A Magyar Polgári Szövetség állítása szerint a helyi önkormányzat vezetősége felelőtlenül állt a távfűtés kérdéséhez, amikor a volt kendergyár területének egy részét eladta a belga-holland Wind Vision cégnek. Rácsabó László szerint az is utóbb derült ki, hogy az energiagyár megépítésével kapcsolatban semmiféle szerződés nem volt, amelynek felbontásával esetleges kötbért, egyfajta kártérítést igényelhetett volna a község. Ellenben 6,5 hektárnyi területet adtak el a cégnek. Az entai távfűtésben már nincsenek problémák, az entai távfűtés meghalt. Az az igazság, hogy évek óta figyelmeztetünk. Évekkel ezelőtt bebizonyítottam matematikailag, hogy nem működik az a Wind Vision nevezetű rendszer, amelyben egy energiagyárat próbáltak létrehozni itt Zentán. Győri István, Zenta község alpolgármestere sajtótájékoztatón elmondta, a félreértés abból adódott, hogy az Elgáz közvállalat igazgatója önkényesen szüntette meg a fűtést egy rövid időre, ugyanis a fogyasztók több mint 51 millió dinárral tartoznak. A radiátorok viszont melegek lesznek mindaddig, amíg erre szükség van. Abban a pillanatban, amikor az önkormányzat megtudta, hogy az igazgató így rendelkezett, mindjárt kiadta a rendeletet, hogy a központi fűtést állítsák vissza. Tehát kihangsúlyozom, a rendszer nem esett szét. A büdzséből 10 millió dinárt hagytak jóvá a távhővezetékek cseréjére. Ezen kívül pályázni is szeretnének összegekre a tartománytól. A munkálatokra a nyár folyamán kerülne sor, mondják az illetékesek. Az átlagban úgy szokott lenni, hogy 50-50%-ban, tehát mindenféleképpen lesznek összegek, hogy ezt a hővezetékre, tehát amit bírunk, hogy fel legyen újítva, bizonyos csőrendszerek kicserélve. Boris Zéca, az entaiaké képviselői csoport tagja szerint a távfűtés témája körül több olyan kérdés is felmerül, ami okot adhat a feljelentésre. Azonban arra kérdésre, hogy tesznek-e feljelentést, Boris Zéca azt válaszolta, erről majd később határoznak.